mert van a felvétel, vannak a hangja jött ki. Ez. Imre csinál a felvétel, ott van a jányok. Lelesztél a fényképe. Igen. A jányokra mit hagytál? Milyen munkát? Mosson a főzőnek? Nincsen semmi munka. Nincs, akkor el vannak látható, nem kell. Irmai nem is tud menni egyáltalán, Irmai nem. Megyed, adjak, hogy megtetszik, hogy is megyed vele. Semmiféle házi munkat nem szokott nekik adni, hadd pihenjenek. Igen, hát most szünet van, igen. Szünet van, és senki, szülő sincs otthon, hát ez a legjobb. Regény, nincs a könyvben, ilyet vállalom, de úgy vagy, most a főszor. Vagyis Timi nincs is otthon. Ildikó van otthon, meg a kisfiú. Mi, Timi hol van? Otthon van még, nem ment vissza? Otthon van, nem ment vissza. Akkor én nem van, ötödik évén, hatodik egy szünet, mert eddig van, téli szünet. Neki nincs tévé, nincs tévé, nincs tévé, van, tanul. Tanulja. Ott tanul. Hozzak van. Egy kis szállítani, semmi vártak itt. Elég lesz? Jött van fönn? Szállítani, papír szállít, keresünk már valamit. Majd. Nem látom, hogy szól minden vagy. Nincs a zsebedbe egy szak. Nincs kefe, cigarettáznak a fiúk. Bagó. Nem kértem ezt mondani? Elég volt? Nem. Még egy kicsit, nem? Bagó. Egy meggyet. Meggyet adja. Gyümölcs. Nincs benne ma, ugye? Nincs. Ki van benne? Van benne? Eljárt a lehet. Igen. A cigarettáznak a tanzsai. Igen, most látom, nem is cigarettáznak a tanzsai. Benne van, de valóban egy osztálytársakkal így, azokkal inkább. Azokkal van benne, igen. Iviben fel van már? Hát azt mondja, hogy nézett bennünket, az unokát látták, azt mondja. De nem tudom, te tetted fel? Unokát nem, mi nálunk a internet címen, nálunk rajta lenne, lehet az interneten rajta, amikor bejelentkezik valaki, hogy az unokával ott vagyunk együtt, el tudunk képzelni. De Iviben is fel lehet. De Iviben azt akarom, hogy meg kéne küldeni, nekik van üzéjét, tudod, internetjük van. Iviben fenn van szerintem, ott látható. MyVip-en vagy Iviben fenn van. Miken vagytok rajta. Valahol unok van. Itt voltam, hogy jól. Na, esik van. Igen? Hú, az egy kis nyugodban hideg, mint a melyik, szállt. Hát, persze. Hát, azért meg itt kéne. Itt az a csérszínű. Befögöm izedik. Valami kis cukor testével? De van benne cukor, de nem sok. Jó, nem, nekem nem megy sokat az is. Mióta vagy? Nyáron megyünk ki, jó sokáig, hogy Németországban, és akkor lettem rosszul. Mert nem láttam távolra, homályosan láttam. Akkor ide közelre meg mi az Isten volt, a legkisebbet is el tudtam olvasni. Mert szemem meg, mert kettes szemület kéne nekem. Akkor elmentem orvosok, mondták, hogy 20-as a cukor van, 20-as, a kategori szeljük. De még hál' Istennek az rendeződött a diétával, nem? Diétával rendben van, meg úgy tudod, hogy nagyjából sűrűn eszek, tudod, kicsit eszek én, de kevesebb, de sűrűn is. Még mindig legyen valami mozgatás, vagy hasnyán mindig tudjon dolgozni. Igen, igen. Fú, hát ez az... Csináltál ez valami dolit? Hát csináltam, hát aztán én nem tudok elmenni. Szövegeket oda beálltad azt akkor. Ez inkább tavasztól őszig van. Hát akkor már itt volt, itt nem olyan régi. De kell. Öregzik, nem fájdik meg nyalámmal. Jó, de én most mondtam, hogy egy kacinak, hogy felkapta a vizet, és kinyit a listájába, és lefeküdt oda. Miért? Ennyire megrágott, mert miért vagyok? Nem, 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 n
Több szolgáltató, több ha mondjuk ebben az apptelefonban például ez inkább ilyen céges telefon lenne, mert ennyi perccel hálózaton belül nincsen. Hát már olyan, úgy volt, én nekem a óvodában hoztam, még a nyáron. Ugye itt van az Orange, a Vodafone, is annyira. Menjen már, hát innél már gyerekeket elédelni. És mondja, veszek egy felmosót, csak menjen már innen a bejött a Vodafone. Na akkor utána a kolléganő is vett, aztán kiderült, hogy utána a fele áron meg lehetett volna lenni a boltban. De mondom, menjen innen, szabaduljak már meg tőle, mert egyszer nem tudok tőle dolgozni. A gyerek ott dühöngött, leerte már magát mindenfelé. Éhes volt. Nem, hogy éhes volt önnek a kis, mert napi rendjét nekik nagyon be kell tartani. Aztán én nekem ott egy... Nem tudok bemenni addig, nem tudok a gyerekkel foglalkozni, amíg ezt a felőszaborúban. Az ujjaink közt. Ki volt pálva a dagadástól. És a cipőit húztam, még mentem Kolozsvára, szorította. Ott is csak megkérdezte. Ez hely, ilyen feketét képzeljél innen tűletet. Jó, ilyen feketét. Az eletoperáció van. De is, ha sikerült, akkor... Na mindegy, akkor jó, hogy nem operációval kezdték utána. Nem, elkezdik darabolni. Ott is tudod, hány helyt voltam, két helyt voltam. Az egyik mennek feljebb. Az egyik helyt készítettek előfele, mert a másik helyet, ez egy olyan hely van, hogy itt három napot, akit ott tartanak, ha szívvel kell operálni, ha akármi alatt három napig úgy gátában, adják ki. Annyi vannak, hogy nem gyögzi csinál. Ja, de nem a hullaház, hogy gyek, hanem ne. Menni tovább. Megy vissza, én voltam az urgencába. Úgy kaptam egy ágyat, hogy az unoka testvérem az is orvos. Annak tanult valamikor Kolozsváron. Ott is lakik, feleséges tűz doktor. Az a doktor nő, meg a feleség ott dolgozik pontosan ilyen hibás gyermekiknél. Akik ez a doktorral egybe ismerik egymást. Így tudtam kapni egy ágyat. Protekcióval. Másképp hiába mondtam be sem. És ők rendeztek egy ágyat, úgy, mint engem, mintha urgencál vittem. Úgyhogy na, románul mondom, mintha engem elütött volna valami autó, aztán be kellett volna vinni. Engem rögtön balesetesen betettek egy ágyra. Engem betettek egy ágyra, 9 napig voltam, onnan kiadta a papírt, de már meg fogok beszélni a másik helyre, és akkor már itt előkészítettek, így beszéltek, hogy mit csinálnak velem. Előkészítettek, és akkor ott már megcsinálták ezt a többit. Ott helyezték be. Szerbettél sokat fájt, vagy nem volt az olyan kegyetlen, hogy... Még aranyval is váltassanak, csak... Írma, megyünk mindjárt. Ah, is mentek, egyetek már kicsit. De ettünk. Úgyhogy, ha nincs ismeretség, megmondom őszintén, nincs. Meg nincs pénzed, mert meghalni. Úgyhogy az unokatestvére, mint ahogy minden szentekkor az éres apának a lánytestvérének a fia. Annak most itt volt minden szentekkor, akkor a nap vittek be Kolozsvára, vagy így Margit Ármelyen már ott temesze. Én már nem tudtam, hogy van cipő a lábamon, vagy van lábom, vagy nincs lábom. Akkor talán mi csak járni. Te sütötted? Mondték, hogy tetszik lenni? Köszönöm! Én leszek egy kis aranygaruskát, mert nagyon szeretem. Mancikát. Hogy hasonlít Mancika lejére? Nagyon, jajén! Ki a drapja a lejba? Ezzel a homlokom az. A szadarai homlok, meg a szemem az apujék.
Mindig ott megjöttünk már ötön átszolatokat, nem is kell. Az anyag. Most én cíne vagy a fogad, mire fájt? Mint a kettő. Így kell után is van egy győre. Ja, ez az tök kis cíne. Van egy kis cíne, vagy egy kis cíne. Laci, Lacikám, az így fél után is lenne egy győre. Igen? A testvére kétszer lenni nem. Na, biztos van 100 kiló felé, 100 kiló. Egyszer. Olyan is. A mamát láttuk itt, hogy jöttünk ott áll. Egyébként a felesége. Tudom, hogy a felesége. Na, annyi mondom, hogy hát az lett egy olyan hatalmas. Fizeti talán az áramot, hogy vagy a tanács fizeti, de a tanács nem vállalja magára, azok se fizetik, akik a magyar vállalkozók. Viszont itt meg mindenki internet, az aztán áramot senki nem fizet. Ezen az áramon megbukik egy ilyen mennyi most egy kilowatt áram? Nem tudom, egyébként sosem nem néztem meg a számlát, hogy mikor lejön a számla, fizetünk 400 ezeret vagy 200-at, mikor mennyire rúgja. Nem híz a röcség, nem. De látszott a falat, beszélsz meg. Mozgó. Én összeszedtem egy csomagot, oda vittem nálam. Beraktam volna, mert ott volt én a disztikmányra kautá. És akkor nem jöttek, majd csak egy helyén. A haverám lesz szomszéd. Mamu ott van. Mamu ott van. Bulgáriába elmenni, mert jövőre megy.